A tévémacit még 1963-ban Bálint Ágnes író a gyermekműsorok első szerkesztője találta ki. Az első mackót később több másik követte, hiszen a tévémaci és annak szobái mindig az adott kor felnőtt világát tükrözte. Az 5 évtized alatt gyerekként több generációnak is a tévémaci és a jól ismert zene jelentette az esti mesét,